Achtung, achtung! Ugyebár a Mortír sorozat legelső részét senkinek sem kell bemutatni, a legutóbb végig is játszottuk együtt, olyan volt amilyen. A második rész Mortír 2 Forever alcímmel, igen így külön írva, 2004-ben jelent meg, és ez volt az utolsó igazi Mortír, az eredeti fejlesztő Mirage Interactive által elkészítve. 2008-ban immár a City Interactive gondos kezei által jelent meg a Battlestrike Force of Resistance és az Operation Thunderstorm, alias a félhivatalos Mortír 3 és 4, de ne rohanjunk ennyire előre, nézzük egyelőre a második részt. Nos hát itt a Mortír 2 menüje, elég egyszerű, de igazából korrekt, a zene is aranyos. Négy nehézségi fok közül választhatunk, van itt könnyű, Arcade, nehéz és realisztikus. Higgyétek el, az Arcade bőven kihívó lesz. Akárcsak az első részben, itt is 1944-ben játszódik a történet, a németek kapuzárási pánikolnak és minden erejükkel tömegpusztító fegyverek fejlesztésén vannak. Egy erre a területre szakosodott speciális osztagot küldenek Norvégiába, ugyanis onnan kaptak egy füles nemrégiben. Az intro igencsak jól néz ki, és ezt most mindenféle irónia nélkül mondom, tetszik ez a bajós, norvég esti környezet a szállingózó hóval. A speciális alakulat síléccekkel közlekedő négy tagját láthatjuk itt épp, amint a németek rajtuk ütnek. Érdekes mondjuk, hogy míg két fickónak legalábbis fehér egyenruhája van, a másik kettőn csak úgy simán barna gyapjú pulcsi, nem véletlen, hogy őket lövik ki elsőnek. Végül aztán csak egy ember éli túl a dolgot, a norvég származású Sven Mortír. Igen, ő a főhősünk, akivel az első pályán az a feladatunk, hogy a helyi település közelében találkozunk Gunnar parancsnokkal, aki a beépített emberünk. Nos, indul a móka, meg is kapjuk a feladatunkat jó nagy kiírásként, de meg is tekinthetjük az objektívákat. A játék elején nem nagyon fogja elengedni a kezünket a játék, ilyen kedves kis tippeket ad, hogy csendben végezzünk a katonával, késsel vagy pisztollyal, és mint olyan lehet osonni is a játékban. Szóval a futásra felfigyelnek az őrök, de az ugrásra... Ez a katona egyszerre hasonlít Baló Györgyre, Arnoldra és Clint Eastwoodra. Lenyűgöző, hogy valaki profilból ennyire hasonlítson Clint Eastwoodra. A hangok egyébként olykor meglepően kurva jók, például a futáshang. Lábnyomokat is hagyunk a hóban, többé-kevésbé reális módon. Van hangtompítós lúgerünk is, amivel tök könnyű célozni. A minitérkép is teljesen használható, bár mentéskor mindig megvadul az iránytű. Na, az ott szemben nem felvehető questet jelent, hanem ismét egy kis tutoriál, ugyanis néhány ellenfél hajlamos riadót fújni, hogyha meglát minket. És nézzétek meg, milyen király, a távcsőre néha ráhullanak a hópelyhek, az újratöltési animáció is tök korrekt, látszik a lehelletünk, itt még az MP40 is havas, háttérben a sarki fények, komolyan mondom, ebbe a pályában mindent beleadtak a fejlesztők, az látszik. Emlékeztetőül, ez ugyanaz a motor, ami a Tracker első része alatt úgymond dübörgött, hihetetlen, nem? Itt aztán fel kell robbantanunk egy rádióállomást, de nem úgy Call of Duty-san, hogy elmész, F-gomb és már ketyeg is a dinamit, itt egy egész lőszeres ládát kell SK odavinni, lerakni és távolról felrobbantani. Aztán jön a dráma, ugyanis Gunnar parancsnok úgy dönt, hogy feltűnésmentesen berongyol a településre, annak ellenére, hogy Mortír szerint pont ez lett volna a feladata, nem értem. A katonák nagyon cselesen elfogják, úgyhogy ki kell szabadítsuk. Az ott megint nem egy quest, szóval itt még ilyenekkel kényeztet el a játék, hogy szól, hogy figyelj Bobby, itt egy őrjárat, inkább mász fel itt balra, és fentről a hordót kilőve nem lesz gond velük. Tényleg felhasználó barát az egész. Itt egy bizarr dzsudzsák fejsérüléssel, egész gyorsan bekötözte mondjuk. Itt aztán opener révet tartanak a nácik. Itt azért nincs nálam fegyver, mert késsel vagy elrakott fegyverrel gyorsabban fut a karakter. Szóval itt jól körbeosontuk a katonákat és lekasszáljuk őket az MG-vel. Igen, itt látszódik Mortír borostás pofikája, sajnos nem végtelen lőszeres a gépfegyver, és ilyenkor nem is lehet menteni, erre majd később visszatérek még. Nos tehát. Még az Isten bassza már meg azt a moskus mindenütt üvöltő kurva rádiót. Nos tehát a településen fogva tartják Gunnart, a térkép meg segít nekünk egy jó kis kemphelyet találni.
Lugerrel pak, 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 aztán rohanás körbe, mert miért ne. Jobbgombos célzás hiány az MP40-essel óvatosan kell tüzelni, mert visszarúgása az van rendesen. Akkor halljátok most Mortír hangját, figyeljetek. His mansion in the church. Find it while I clear the way. Now that's a big statue. Elnézést, ezt nem hagyhatnám ki. No time to waste then. Let's go. De ha már Mortír hangja, amit a medikitekkel művel, az valami egészen zavarba ejtő. Oh. Az érdekes árnyjáték után megtaláltam az egyetlen műlábú katonát a játékban. A temetőben is rendet rakunk, és megyünk tovább a kövi pályára, ahol... ja, ahol el van csúszva a szöveg, de se baj. Mielőtt írnátok, igen, tudom, hogy rengeteg hang a mesterlövészből lett újra felhasználva. Szóval a második egy hétköznapi világháborús FPS-es pálya, szintén a norvég szintéren. A mesterlövész puskát szerencsére egész hatékonyan lehet használni, oda kell figyelni a célzásnál, de hát ez a minimum. Később aztán egy árván hagyott mentőautóval megtaláljuk a játék talán legjobb, vagy legalábbis általam legtöbbet használt fegyverét, ezt a hangtompítós, éjjellátós, távcsöves, szerintem MP28-ast. A zoom ugye nem a legjobb, viszont ezzel ugyanúgy egy fejlövés kell csak, mint minden más fegyvernél. Az éjjellátót kár, hogy nem lehet igény szerint néha kikapcsolni, a való életben az alapból is néha vakító hóra ránézni így külön élmény lehet. A németek kiáltásaira is szeretnék még kitérni. Elfelejtettük volna, hogy a mesterlövész készítői állnak emögött is, még szinte ugyanazokat is kiabálják. Fel a kezekkel, meg ne mozdulj. Aztán itt végre rábukkanunk a németek titkos A-bombás tervére, a feleségverős titkos trikós tisztet is leverjük. Bitte nicht schießen! Aztán Gunnarral megrohamozunk egy német bázist, ahol a kísérleti bombázókat is fel kell robbantsuk. Na ez aztán igen szigorúan védett bázis. Itt van egy őr, itt még egy. Na de vannak őrtornyok is, mondjuk ez éppen üres, az ott hátul szintén üres, és ez is üres, nem tudom, biztos ebédszünet van. Persze benne a semmiből előtermő őrök garmadája fogad minket, de végül felrobbantjuk a félvilágot a dinamittal, és a legvégén elmenekülünk az öreg stukával, egészen a lengyel frontig, ahol állítólag a németeket már ápolgatják elég rendesen az oroszok, és pont a frontvonal kellős közepébe sikerül ejtőernyőznünk. És valóban ez egy igazi háborús zóna lesz, lebombázzák a fél világot, mindenhol ellenfelek, tankok, a lövészárkokban kell majd rohangálni, ágyukat felrobbantani. Itt a kisebb csoportok ellen szerencsére kiválóan működik a kézigránát. Végeredményben van egy hangulata ennek a résznek, valamelyest átadja ezt a kaotikus őrületet, de eléggé monoton lesz rövid időn belül sajnos. Az egész a végén törik csak meg, ahol egy óriási ágyút kell megjelölnünk bombázás céljából, ezzel a gázpalackkal kell ezt megtenni. Viszont érdemes ezt csak távolabbról csinálni, ugyanis a bombázás elég messziről képes minket is kinyírni, ami elől egyedül a pályavégi bunker nyújt menedéket. És ezen az ajtón kilépve sajnos magunk mögött hagyjuk a Mortír 2 legjobb pillanatait is. A sztori itt annyi, hogy ugyebár a tudóst egy táborban tartják fogva, oda tartunk éppen, de kapunk infót egy odatartó utánpótlásra, és ezt kell most szabotálnunk, mielőtt a tábort megtámadnánk. Tehát egy német lőtéren kezdünk, ahol felvettünk egy rakás fegyvert, többek között egy tankelhárító puskát, ami nettó cafatokra szaggatja az ellenfeleket.
Tehát az alaphelyzet az annyi, hogy ebben a kis pajtában kell lekempelnünk, és az érkező német szállítójárműveket kell kicsinálni. Ehhez kapunk panzerfausztokat, meg egy telepített ágyút is. A szomszédos két őrtoronyban a mesterlövészek időről időre újra teremnek, úgyhogy a sniperlőszer nagy része rájuk fog elmenni. Tehát jönnek a félhernyótalpas szállítójárművek, panzerfausztal kilőjük őket. Ezt kell legalább 6-szor megismételni, és az ismétlések között hosszú-hosszú percek telnek el. Persze ki lehet lőni őket az ágyúval is, de korlátozott a lőszermennyiség hozzá, és kelleni fog a pálya végéhez. Időközben egyre több gyalogos katona is fog érkezni mindkét irányból, úgyhogy nem érdemes a pajta összes oldalát ledönteni, legalább egy minimális fedezékünk maradjon. Körülbelül 20 perc szerencsétlenkedés, várakozás és 6 kilőtt szállítójármű után megjelenik a boss, egy mouse tank, és miatta volt érdemes tartogatni az ágyú lőszert. Az ágyút használva valamiért inverzé válik az egérkezelés, csak hogy nehezebb dolgunk legyen, és persze ezzel sem egyértelmű a célzás. Pár lövés után azonban megadja magát a tank, és egyből átvezető jelenet a mester és mesterműve, majd Mortir lazán elszalad a következő pályára, ami a tudóst elvileg fogvatartó tábor elleni akciót jelenti. Ismét itt van Gunnar, és egy autós géppuskás rész következik, nem maradhat ki ilyen egyetlen egy második világháborús játékból sem, ugyebár. Stalin Subway 2-es rémképek következnek, amikor is ezt láthatjuk. Nos, Gunnar parancsnok valószínűleg a tankokhoz szokott, de erre mondaná a legendás NSA-i úr, aki a vezetést oktatta nekem, hogy Mester úr, le kéne szállni a kuplungról, jó? Ilyen sebesség ellenére is képes amúgy sofőrünk majdnem neki menni egy korlátnak, no comment. De egyébként maga ez az akció is elég érdekes, tehát éjszaka van, a barakokban van a legtöbb katona, nem egy hangtompítós fegyverünk van, éjjellátó távcsövünk van, nem lett volna egyszerűbb egy kisebb lopakodós akcióval indítani, főleg ha már a játék legelején ez súlykolta belénk a játék. Nem, hát tök logikus, egy autóval roncsunk be a barak közepébe, hogy aztán gyökkettővel adjunk és az összes létező katona meg tudjon támadni minket. De ez még mind semmi, hogy egy klasszikust idézek, ez nem volt a játék igazi arca. Legtöbb esetben ez történik. Tehát az előző pályán lelőjük a tankot, tegyük fel első alkalommal játszunk a játékkal, tehát nem maradt túl sok életerőnk. A tank lelövés után pályaváltás, jön az autós rész, minimális életerő, és ráadásul sajnos nem tudtam rögzíteni, de elég sokszor a géppuskával nem lehet kellően lefelé célozni, és így csak ellövünk az ellenfelek feje fölött. Lehet gyors menteni ugyan, de csak akkor, hogyha nem vagy a géppuska mögött. Mivel a pálya eleve így kezdődik, amíg véget nem ér az autós rész, nem tudsz menteni. Úgyhogy sokszor ez történik, meghaltál, gyors töltés F9 vagy vissza a menübe. Ha szerencséd van, akkor gyors mentettél az előző pályán, ha még nagyobb szerencséd van, a tank kilövése előtt gyors mentettél, hogyha nem, akkor fél másodperc alatt már jön is a következő pálya, megvárod míg betölt és ugyanúgy ott vagy minimális HP-val. Ja, és azt mondtam már, hogy a játék nem ment automatikusan? Bezonyám, van gyors mentésed és ennyi. Nem egyszer kellett az egész játékot újra kezdenem emiatt, mert minden egyes végigjátszásnál beszoptam ezt az idióta játéktervezői döntést. Automatamentés nem kell, de az fontos volt, hogy a mezőn legyenek repkedő bogarak. Oké, bugos a játék, de legalább akkor az életerünket újra tölteni, hogyha már új pályáról van szó. Na de folytassuk ott, ahol abba hagytuk, tehát az autós rész után meglepő módon be lehet menni a barakokba, ahol felszedhetünk lőszert, medikitet és a többit. Teljesen jó. És végre egy pálya, ahol ténylegesen hasznát veszük az éjjellátónak. Itt végeredményben egy hatalmas kúriát kell megrohamoznunk, teljesen egyedül, egy üzemanyagdepót kell felrobbantanunk, géppuskafészkeket kilőni, meg végül találunk valakit, aki már halott, meg egy üzenetet, hogy amit keresünk, az Jugoszláviában van. Okés, ezután egy rövid védekezős rész jön, ahol a síkhülye ellenfelek belerohannak a bejárati ajtó mögé állított egyetlen géppuska tüzébe. Végül megint csak szaladunk, és ami most következik, az a játék legkétségbejtőbb átvezetője. Először nézzük végig együtt, aztán kommentálom, de készüljetek fel lelkileg. Halt, oder ich schieße! Thank you.
Ajajajajajaj, na jó, mit is láttunk? Tehát Gunnar teszteli a hidat, minden okés, int hogy menjünk. Mortír csak ekkor áll fel, és nem értem, hogy miért kellett egyáltalán megállni ennél a hídnál, mikor látszik, hogy az két autóutat köt össze, tehát valószínűleg teherautók járnak ezen, ergo stabil, vagy legalábbis két 90 kilós ember csak elbír. Oké, Mortír jön, a híd felénél váltás, Gunnar a fenyőfánál áll tarkóra tett kézzel, és a távolból csak most jelenik meg két katona. Mi? Tehát azt mondja az egyik, hogy állj vagy lövök, majd tized másodpercet sem várva az egyik már lő is egy sorozatot, a másik pedig eldob egy gránátot, ami felrobbantja a híd közepét. Mortír persze nem szakad szafatokra, dehogy áll. Nézzétek meg a távolságot, ez kevesebb mint 10 méter. Erre a távolságra dobta a katona a gránátot, a másik meg lőtt. És miért dob a katona egyetlen egy ember miatt egy gránátot a hídra, amit nyilvánvalóan saját hadserege is használ, ezért alsó hangon kivégeznék ezt a komát. Na de Mortír nem hal meg, leesik, a fickó meg lenéz, hogy hova esett a főhős. Oké, nem látott semmit, pedig Mortír ott fekszik a fa ágai között, teljesen látható. Majd a következő képkockán már a hídról csimpaszkodik, és még véletlenül se várna legalább egy percet, hogy arrébb menjenek a katonák, nem, ő egyből kimászik. Katasztrofális ez az átvezető, ennél már az is hitelesebb lett volna, ha Gunnart húgyozás közben a jugoszláv fenyődémon megeszi, aki titokban a náciknak dolgozik. Na de Gunnart elkapták, megint a játék során immár harmadszor. És megint nekünk kell kiszabadítani, viszont itt már nem kötelező diszkrétnek lenni, az egész bázisra lehet robbantani a fricekre, a végeredmény ugyanaz lesz. Nos, Gunnart már nem kell többet kimenekíteni legalább, de azért szegény Gunnar mondjuk elég sokat segített nekünk, meg így a pályásán úgy éreztem, hogy egy kicsit az... mi van? A bázison így instant el is temeti? Én meg keresztet is készítnék, hát beszarás, ez az ember Sven Mortír beszarás. Akció közben, ahol a világháború sorsa a tét, ő azért, hát igazi barátság emberek, le a kalappal. Na de most jön a játék csúcspontja, úgymond. Itt ez a kis kísérleti helikopter, ezzel kellene előre haladnunk, mert az állítólag hatékonyabb, okés. Na nézzük, hát az irányítás érdekes, lehet, hogy érdemes átállítani az egér inverzitását itt, és egyébként is hát rá kell érezni, és elég érzékeny is a dolog, de fegyverként legalább tudunk gránátot dobni. Igen, tehát végtelen számú gránátot tudunk dobni a helikopterből, jó, és persze menteni sem lehet ilyenkor. Ilyen módon kellene ezeket a géppuskálásokat likvidálni. Igen, akárminek neki megyünk, felrobbanunk. Alapszabály. Hát arra már ti is rájöhettetek, hogy nem kell foglalkozni az ellenfelekkel, itt csak haladni ezerrel előre és venni az akadályokat. Például itt úgy néz ki, hogy elférek, de mégsem. Szóval ez az átjáró nem lesz jó, nézzük akkor a túloldalon, közben lőnek ezerrel, jön még a teherautó is, az Isten várja meg. Na most sikerülni érzem, és tudjátok mit, inkább szenvedek így, mert még mindig gyorsabb a dolog, mint gyalog. Na itt már egész jó vagyok, itt át a kerítés felett, haha, na végre. Mondjuk ott egy híd, ez nem lesz túl szép, nem hiszem, micsoda, kifolyott az üzemanyag, na ne szopassál, emiatt a táv miatt szenvedtem ennyit ezzel a helikopterrel. Hát beszarás komolyan, na ezt nem teszitek zsebre. Végre itt van egy érdekes színfolt a játékban, persze bagos, mint a szar, de hát legalább meg gumibottal, pózoló ellenfelek, csákánnyal. Menjünk tovább. Na de innentől ami jön, az még ennél is kellemetlenebb lesz. Ezzel a kis mozdonnyal kell tovább haladjunk, elég lassan, amint látjátok, de természetesen folyamatosan jönnek a bozótból az ellenfelek, és nem átalnak gránatokat is dobni, ami az itteni halálok 99%-át okozta nekem. Úgyhogy ja, itt időről időre meg kell állni, lövöldözni, esetleg begyűjteni a medikitet és lőszert, és így tovább haladni. A gránátdobás mondjuk tényleg komolyan veszik, ezt nézzétek! Becsülöm ezt a kitartást, ez szép volt, ez szerintem otthonról hoztad a családból. Édesapád volt ilyen mereven kitartó, vagy édesanyád, vagy más? Akik szemfülesebbek, vagy fülszemesebbek, azok hallatják, hogy az ellenfél itt már bizony új csúzdival lő ránk, ezt mi is felvehetjük. FG-42-es, ez most kivételesen nem a géppisztoly, hanem a puskalőszerét használja,
De hogy én miért nem használtam, ha nem volt muszáj? Nos, kisebb a tára, tűzgyorsaság az helyén van, de hát valami iszonyatosat szór a fegyver, vagy nem tudom, csak kevesebbet sebez, de ilyen helyzetben inkább már a kést kezdtem el használni. Csoda kés. Viszont térjünk rá egy igen fontos és mondhatni alapvető kérdésre. Le lehet-e lőni a madarakat? Nos, igen, de itt annyira hardcore a játék, hogy végtelenszer lelőheted őket. Frenetikus. Aztán végül be kell hajtani a kis csühössel a pályaudvarra, itt felpakoljuk a robbanószereket, és teljes gázzal előre mehetünk felrobbantani a többi helikoptert. Ezt miért nem lehetett korábban közölni? Oké, a térképen ott volt, akár csak az a három géppuskálás, amit korábban tisztelettel ignoráltam. De rendben, akkor irány ide. Szerencsére kényelmes, hogy minden helikopternél ott az üzemanyagos hordó. 1, 2, 3. Zsa, vissza. Következő pálya. És mert ez a kis vonatozás annyira élvezetes volt, a következő pálya teljes mértékben ebből áll. Ráadásul a vonatot nem is hagyhatjuk nagyon hátra, mert a németek elfoglalják. Rendben. A menetrend ugyanaz, kicsit előre mész, megállsz, lősz, felszedsz, visszamászol és újra mész, bla 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 bla. Ezt a monotonitást megtöri egy percre a pályaudvar, ahol először MG-vel kell kaszálni, majd a síneket átállítani. És a végén kiderül, hogy mire kellett ez a kis vonat és a robbanószer. Vasútvonal végén egy kedves kis kolostorhoz jutunk el, a feladatunk itt annyira titkos, hogy még nekünk sem árulják el a feletteseink. Itt rögtön mesterlövészek üdvözölnek minket, és úgy összességében a néha újratermő ellenfelek miatt itt elég hirtelen mocsok kihívóvá válik a játék. Akárhova is indulunk, mindig minimum egy csapatnyi ellenfél fog beteremni, vagy éppen a falról lereppelezni, ez nem is rossz egyébként. A pálya maga pedig őszintén szólva baromi jól néz ki, grafikailag a játék első havas pályája utáni csúcspontot láthatjátok. Talán még nem mondtam, de a mesterlövész elég sok ajtónál kísért, ugyanis sokszor csak ugrással tudunk bejutni a szobákba. A kolostron áthaladva nem is mortír lenne a játék, ha nem lenne egy gyönyörűen kidolgozott templomos rész benne. A tükröződés a padlón, a fényhatások, komolyan mondom le a kalappal, és mit megjegyezném, ez továbbra is a Tracker nevű játék motorja. A vizuális élmény mellett itt az audio is a helyén van, vízhangzik minden. Itt egy kis kalandjáték élményt is nyújt a Mortir 2, először egy kulcsra zárt ajtó után megtalált könyv alapján kell megtalálnunk egy titkos kapcsolót, majd két karral elmozdítjuk az oltárt, és végül Return to Castle Wolfenstein-t idézően leugrunk a katakombákba. Azonban itt zombik és fekete mágia helyett a titkos rakétabázist találjuk csak meg, ahol a játék ismét felveti a lopakodás ötletét, tehát hangtompítós fegyvereket elő, és ráadásul nagyon mellé lőni sem szabad, ugyanis egyetlen egy találattal a levegőbe repül az egész hely. Már itt is vagytok? Az osonás kb. Egy fél percig kivitelezhető, sőt a mesterséges intelligencia még a kezünkre is játszik, az alvó kollégát nem zavarja a visszhangzó lövéshang, viszont előbb-utóbb úgyis véletlenül mellé lövünk, és ilyenkor sokszor megsértődik a játék is. What the fuck? Úgyhogy nem maradt más, mint az egyetlen klasszikus és értelmes taktika.
Később, miután felkapcsoltuk a villanyt, jobb fényviszonyok mellett találkozhatunk a játék legbrutálisabb ellenfelével, aki nem más, mint egy Super Soldier. Nos, ezek a komák olyanok, mint az új Wolfenstein játékokban, páncélozott állatok nagy géppuskával, és ezt nézzétek meg, még a maszkjuk üvegén a pára is ki van dolgozva. A hátukon amúgy van egy kis oxigénpalack, de nem ez a gyenge pontjuk, sőt, igazából különösebb taktika sem kell ellenük. Két fejlövés a Mauserrel, vagy egy az antitank puskával. Üdvözlök mindenkit! És hát ugye mi itt a feladatunk, az útunkat állja egy szép bunkerkapu, úgyhogy ezzel a szintén szép V1-es rakétával fogjuk kirobbantani. Igen, ez nem vicc, ráadásul ezen kívül itt van még 1-2-3 további raksi, úgyhogy szerintem krátert fogunk ütni, de mindegy, előbb úgyis fel kell tölteni üzemanyaggal a rakétát, továbbra is ügyelve arra, hogy nem robbantjuk fel az egész raktárt. Mert ugye 4 V1-es rakéta közös ereje nem jelent majd semmit. Na de itt az igazság pillanata, vagy az ítélet órája, attól függ, hogy nézzük. Now I am become death, the destroyer of worlds. Na, hogy? Szóval itt vagyunk a Mortir 2 utolsó pályáján, ahol a még ezeknél is hatalmasabb rakéta kilövését kell megakadályoznunk, itt a titkos rakétabázison. A pálya eleje még egész hangulatos, de bejebb jutva a már sokszor látott Call of Duty 4-féle bunkeres, folyósós végjáték őrület lesz az egész, tel is tele ellenfelekkel, majdnem standardnek mondható szuperkatonás ütközetekkel is, sőt itt már néha ilyen pajzsot is kapnak, na ez igazi kihívás így eltalálni a fejüket. Félúton egy liftet kell használnunk, és előre mondom, hogy ne mentsetek a lift használata közben, ha nem akarjátok újra kezdeni a pályát. A rakétasilóhoz elérve két irányító termet kell tönkre tegyünk, de a második előtt mentsetek ismét, ha nem akarjátok újra kezdeni az egész pályát, ugyanis a játék továbbra sem menti el az állást automatikusan, és a második kontrollszoba felrobbantása után elindul egy 5 perces számláló, ugyanis valamiért a kis szabotázs akciónk eredménye nem az lett, hogy kapa a rakétának, hanem hogy hamarabb lövik ki. Szép munka, Mortirka. Innentől, mire észbe kapunk, gyakorlatilag 4 percünk lesz eljutni a pálya legelejére, követve a piros lámpákat. Persze új ellenfelek teremnek be, persze a lift ugyanúgy seglassan halad felfelé, miután csodával határos módon időben elértünk a kezdőhelyre, ismét a mozdonyt kell használnunk, ami persze nélkülünk nem mozog, csak ha rajta állunk konkrétan, és ismét... Az autó igen elszomorító, itt Mortirt láthatjuk sebesülten, és szerintem ő itt jött rá, hogy sem a Mortir 3-nak, sem a Mortir 4-nek nincs még ennyi köze sem az első két játékhoz. Hölgyeim és uraim, egy sorozat és egy főhős hattyúdalát láthattuk. Akinek nehezen megy elengedni ilyen dolgokat, az még nézheti ugyan a nagy kuplunggal haladó szövetséges konvojt nagyjából úgy 20 percig, de én ettől eltekintek ezúttal. Aki pedig szeretné első kézből átélni ezeket az imént látott élményeket, annak egy kis információ a Mortir 2 modern oprendszereken való futtatásához. Létezik egy widescreen, azaz széles képernyős patch a játékhoz, amit egy bizonyos Jack Fast készített. Ezen felül kötelező jelleggel javallott a játék FPS-ét 60-ra korlátozni, már amennyiben nem szeretnétek V1-es rakéta sebességével cikázni a pályákon. A Mortir 2 igen megnyerően indít, már ami a grafikát illeti. Az első pályák kidolgozása mind hangulatban, mind részletgazdagságban tényleg szuper jó. További csúcs volt még a kolostoros pálya, illetve az elmaradhatatlan beltéri templomos rész, de sajnos a többi rész nem több, mint erősen középszerű. Ez nem azt jelenti, hogy rondák, sőt a textúrák, a fényhatások abszolút nem vészesek, csak egyszerűen okésak. A fegyverek kidolgozása és animációi viccen kívül nagyon tetszettek. Az árnyékok ugyan néha furcsán viselkednek, az igaz, de ezen kívül egész korrekt az összkép. Főleg annak tudatában, és most ismétlem magamat, hogy ez ugyanaz a motor, ami a tracker alatt futott. Az egésznek megvan az a bizarr sármja, mint a mesterlövésznél is, viszont itt jóval több van a felszínen, és jobban kidolgozott az egész. Már a kezdetleges félregdol fizikás halálanimációkért és a vérefektekért kár, de összességében kellemes meglepetés. Irányítás terén már vannak gondok jócskán. Hál' Istennek a célzás rendben van, mármint nagyon jól lehet használni a távcsöves fegyvereket, az összes többi viszont fura, a visszarúgás érzékeltetése szerintem egy kicsit túl darabosra sikeredett, vagy nem is tudom.
Az ágyúval való célzás és a helikopter vezetése bőven több, mint kellemetlen, de ami leginkább zavart eleinte az az, hogy folyamatosan váltogatni kellett a futás és sétálás között. Futásnál ugye alapból nagyobb a szórása a fegyverünknek, ami érthető, viszont ha egy helyben állunk és nincs bekapcsolva a sétálás, akkor guggolásnál vagy felállásnál leveszi emberünk szeméről a távcsövet. Ez így elmondva elég bagatell dolognak hangzik, de amikor ott vagytok a csata hevében, akkor majd megértitek. A másik baromság ez a, ha nincs a kezemben a fegyver, gyorsabban mozog dolog. Oké, valamelyest megértem ezt is, sőt, ha egy bazi nehéz tankelhárító puska van nálunk, azt is megértem, hogy nem fogunk könnyen sprintelni, viszont nehogy már egy könnyű géppisztoly vagy egy Mauser is így lelassítson minket. A mesterlövész küszöb szindróma is rengetegszer jelen van, egyes ajtójáratoknál vagy éppen a vasúti sínek között rendszeres a fennakadás. Szokható az egész, nem is arról van szó, de nagy kár ugyanis, ha az irányítás csak egy picit jobb, sokkal jobb lett volna az összkép is. A Mortir zenéje meglepően kellemes, sokszor mókás, második világháborús dallamokkal. Abszolút élvezetes, egyedül csak a legutolsó pályán néztem meglepetten, ugyanis már a pálya elején a győzelmi zene szólt. Ez nagyon kedves és motiváló, de kicsit hangulatromboló is egyben. A hanghatások pedig váltakoznak az egészen kiváló és a mesterlövész kopi között. Utóbbiakról nincs mit mondani, a lépéshangok, egyes lövéshangok és főleg a kés suhintásának gumibot hangja felejthetetlen. A maradék úgymond új hangok viszont jók, helyenként kibaszott jók, amint már mondtam például a lépéshangok a havon, egyes fegyverek hangjai, környezeti zajok mocskosul el lettek találva. A karakterek szinkronja meg hát elmegy, az első résznél mindenképp jobb, bár nem tudom ez mennyire releváns összehasonlítás. Maga a játékélmény is kellőképp ígéretes, legalábbis az elején, kifejezetten meglepő és felhasználó barát a tutorial rész, a történet pedig pörög rendesen, helyszíneket tekintve elég változatos a dolog, Észak-Norvégiából indulva végül eljutunk Görögországba, Európa turnéja javából. A nácik lelövésén kívül elég sok változatos feladatunk lesz még, már maga a dolgok felrobbantása is tök jó a ládák cipelésével, dokumentumok begyűjtése vagy a frontvonalon rohangálva van némi hangulata az egésznek. Azonban vannak részek, amik egyszerűen csak frusztrálóak. Gunnart már nevetséges, hogy hányszor kapják el, az az átvezető, amit elemeztem, kétségbejtő, a vonatos rész borzalmasan monoton és kinkeserves, a kis helikopteres rész pedig óriási lehetett volna, csak egyrészt az irányítás meg a koncepció elrontja, miért csak gránátokat dobálhatunk, és ha még meg is tanuljuk irányítani a kis helikoptert, miért kell nettó másfél perc után otthagynunk? Egyedi színfolt lehetett volna a világháborús játékok terén, ugyanis én speciál nem nagyon emlékszem másik olyan játékra, ahol lehetett ilyet belső nézetből irányítani. Aztán az automata mentés hiánya, a védekezés ágyús pálya olyan, amilyen meg lehet tanulni, viszont az, hogy utána szinte egyből átrak a következő pályára, ráadásul egy olyan résszel indítva, ahol nem lehet menteni, az kegyetlenül brutális. És egy ilyen mat helyzetben szembesülni azzal, hogy csak az általunk esetleg szarul időzített gyorsmentésre támaszkodhatunk, hát én nem egyszer hagytam fel a játékkal emiatt, és nem hibázhatok senkit sem, ha így tesz. A Mortir 2 persze old school módon nehéz is, aki másodiknál nehezebb fokozaton játssza, annak minden elismerésem, de sajnos semmi többet nem kapunk a játék véghezvitele után, a végjáték inkább frusztráló a mentés hiánya miatt, sem izgalmas, az outro is elég szegényes, hogy úgy mondjam, mintha csak a játék erős indítás után folyamatosan rosszabb és rosszabb lett volna. A Mortir 2 Forever elődjéhez hasonlóan szintén egy második világháborús FPS-nek indul, viszont ezúttal a nagy csavar elmarad, a Mortir 2 végig csak egy második világháborús FPS marad, és mint olyan, a helyenként jó ötletek és korrekt megvalósítás ellenére a középszerűség és a frusztráltság mesdjén ragadt. Az előző résszel technológiai szempontból összevetve természetesen ég és föld a különbség, de egy 5 évvel korábban megjelent előtthöz képest ez nem teljesítmény, hanem egy kötelezően elvárt dolog. Mortir 2 mentségére legyen mondva, hogy az ezt követő mondjuk úgy félig hivatalos folytatásoknak még ennyi közük sincs a Mortir univerzumhoz úgymond, és sajnos ezáltal maga az egész sorozat a City Interactive feltörekvő és tucat gyártásos időszakának áldozata lett. Kis szó viccel élve ez nem maradt fenn forever. Bocsánat. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, legyetek jók, szevasztok!